Múzeumi nyár címmel gyermektábort rendezett a Bodrogközi és Ungvidéki Közművelődési Intézet Kassa megyei önkormányzat kulturális intézménye. A tábor mindhárom napján a Bodrog közben élő, különleges tevékenységet folytató előadók tartottak foglalkozásokat a gyerekeknek. Kozák Antóniát, a Guinness Recorder Szalvéta gyűjtőt köszönthettük. Ő beszélt arról, hogy miként is kezdett szalvétákat gyűjteni, illetve kézműves foglalkozáson szalvéta technikát, dekupás technikát próbálhattak ki a gyerekek. A következő nap pedig Blanár Gabriella érkezett hozzánk. Ő bibliai témában mutatott be papírszínházat, majd a kézműves foglalkozáson a gyerekek bábokat készítettek, papírbábokat, illetve egy várat. A program záró napján a Király Helmeci Speciális Alapiskola növendékeiből alakult Varázskerék gyermekszínház mutatkozott be. Az évente megrendezésre kerülő országos Dunamenti tavasz színjátszó versenyen arany, ezüst, bronzérmet és a gyermekzsűrű külön díját is megnyerték már. Én úgy gondolom, hogy az előtte való munka, amíg az egész a színpadra kerül, sokkal-sokkal nagyobb odaadást és sokkal több időt és erőfeszítést úgy a tanárnők és a gyerekek oldaláról is igényel, sokkal több időt igényel, mint egy átlagos, úgymond egészséges gyerekekből álló csoportnak. Úgyhogy azt csak mi tudjuk, hogy otthon mi folyik, de szerintem ők nagyon nyitottak, és meg tudják magukat szeretetni. Bárhová mentek, a többi gyerek is rögtön az első pillanatokban levetették ezeket az első előítéleteket, és úgy befogadták őket a saját köreikbe. Tehát nekem ez a tapasztalatom, hogy jól működnek ezek a dolgok. A nyár folyamán további gyermekprogramokat kínál a Király Helmeci Majláth József Múzeum. Július 27-e és 31-e között Tridiárt címmel gyermektábort szervez. A sokszínű programban a képzőművészet, tánc, zene, színjátszás, természet és környezetvédelem, társadalom, önismeret, informatika, valamint az újságírás témakörökből kaphatnak ízelítőt a résztvevők.